Köszöntöm nézőinket, lássuk, mi mindenről számolunk be a mai nap szemlében. Fűtés és melegvíz vezetékek fagytak el a mínuszfokokban, emiatt több helyen fennakadások vannak a hőszolgáltatásban. Elkezdődhet a Kürispatak és Maros megye határa közötti 5 kilométeres útszakasz felújítása. Vállalkozás indításban segítő programot mutattak be, a legjobb tervek anyagi támogatásban is részesülnek. Fűtés és melegvíz vezetékek fagytak el a mínuszfokokban, emiatt több helyen fennakadások vannak a hőszolgáltatásban. Figyeljenek a tömbházlakók arra, hogy a pincék szellőző nyílásai be legyenek takarva ebben az időszakban. Erre figyelmeztet az önkormányzat. Részben vagy teljesen elfagytak a fűtés vagy melegvíz csövek néhány tömbházban. Ezzel szembesült a napokban a hőszolgáltató. Olyan helyszínekről van szó, ahol a pincében vannak a közös vezetékek, a nyitott szellőző ablakok pedig közel vannak a vezetékekhez. A hideg levegő egyenest a csövekre áramlik. A hőszolgáltató központ több esetben észlelt részleges elfagyást a vezetékeken. Ezek főként azokban az esetekben hangsúlyosak, ahol a tömbházlakások aljában a pincében futnak a csövek, és a pince szellőző ablak nincs ellátva nyílászáróval és semmilyen más szigetelő anyaggal. Ezekben az esetekben direktben éri a közel 20 fokos hőmérséklet a csöveket, és emiatt elfagy a rendszer. Kérünk mindenkit, főként a tömbházlakókat, hogy ellenőrizzék le ezeket a csöveket, szigeteljék le minél jobban úgy a csöveket, mint az ablakokat, hogy ezzel megelőzzük azt, hogy egy egész tömbházlakás adott esetben fűtés nélkül maradjon. Egyszerű a megoldás, be kell zárni, el kell takarni a szellőző nyílásokat, így megelőzhető, hogy egy egész lépcsőház hőszolgáltatás nélkül maradjon. Abban az esetben, amennyiben az ilyen rendszerek, csövek elfagynak, akkor ott a teljes tömbház lakókat érinti ez a meghibásodás, ugyanis akadozni fog a fűtésszolgáltatás, adott esetben teljesen le is állhat, de megeshet az is, hogy csőszakadás történik az elfagyást követően, mert ez a fagy elnyomja a csöveket. Ezért kérjük mindenkit, hogy vegye kellő komolysággal és figyelemmel ezt a felhívást, és járjanak el kellőképpen. A vízhálózatban nem okozott eddig gondot a farkasordító hideg, elfagyott vezetékekről nem tudnak az illetékesek. Tilos a beteglátogatás a Gyergyószentmiklósi Kórház összes osztályán elővigyázatosságból. A betegek érdekében döntöttek a látogatási tilalom bevezetése mellett, ugyanis szeretnék megvédeni a bentfekvőket az influenza vírustól. Az intézkedés meghatározatlan időre szól, akkor teszik lehetővé ismét a betegek látogatását, ha már nem áll fenn a veszélye az influenza vírussal való fertőződésnek. Hargita megye tanácsa átadta a terepet hétfőn, február 26-án a kivitelező Maros Utak és Hidak Kft.-nek, amely a 136 A-jelzésű út Kőrispatak és Maros megye határa közötti szakasz felújításával lett megbízva. A közel 5 kilométeres szakasz felújítására a munkavégzési parancsot is követően 9 hónap áll majd rendelkezésre. Borbély Csaba Hargita megye tanácsának elnöke szerint a kezdeti nehézségeket és az óvást is követően most már elhárultak az akadályok, és tavasszal, amint az időjárási viszonyok lehetővé teszik, elkezdődhetnek a munkálatok, és újabb útszakaszon keresztül kötik össze a két megyét. Azért tartottuk nagyon fontosnak, hogy mindenhamarabb adjuk át a terepet, mert onnan számolva ketyegnek a holnapok, és akkor a cég is hamarabb be tudja fejezni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy Keresztúr térségét közelebb hozzuk Erdély nyugati részéhez. Azt lehet látni, hogy Erdőszentgyörgy és ez a térség, itt a Küsmőd mente, Gagy mente, a Küküllő mente igenis történelmi folyamán is összetartozott, közös sok kapcsolat van, sok rokoni szál fűzi össze az embereket a domb egyik és a másik oldaláról, és hát ilyen szempontból bízunk benne, hogy ez nem csak turisztikai szempontból lesz egy nagyon járt és használt út, hanem a kulturális, a rokonsági, a történelmi és a gazdasági élet számára is a domb a két részén újra összeköti az embereket.
És én bízom benne, hogy ez az út most, ez most így, hogy el fog készülni ebben az évben, ez fogja követni a többi Maros megyét összekötő harmadik megyei útszakasz, hisz itt nem messze tőlünk Siklót, Sóvárat felé is szeretnénk utat építeni, de kell gondolkozzunk Újlak és Zsákod irányában, hogy ott is lássuk, hogy az utat, ami majd a Balavásár irányába megy ki, hogy azzal is foglalkozzunk, és hát a Derstől Erkedszederjes irányában ott is az utat szeretnénk megépíteni. Úgyhogy mi most mindenféleképpen örvendünk annak, hogy Péter Ferenc a Maros megyei tanács elnöke, hisz tudunk közös projektekben gondolkodni. Én annak örvendek, hogy Csibi Attila, erdőszentgyörgyi polgármester úrral együtt tényleg sokat tudtunk erről az útról beszélgetni, és azt gondolom, hogy Erdőszentgyörgynek is sokat fog jelenteni, és hát Székely Kereszt úrnak, és minden itteni településnek ennek az útnak a megépítése. A pénzünk rá megvan, úgyhogy most már csak a jó időjárásért tudunk imádkozni. Szűcs László Etét polgármestere reményét fejezte ki, hogy a kivitelező jól fog haladni a munkálatokkal, hiszen ez a beruházás nem csak a településnek, de az egész térségnek gazdasági és turisztikai fellendülést hoz majd, és szintén reméli, hogy hosszú távon a megyei tanács Etét községet érintő beruházásai meghozzák gyümölcsüket. Ha jól tudom, akkor a szerződés az meg volt kötve, tehát arra vár, hogy megkapják a kezdési parancsot, és talán a mai nap az arról szól, ugye, hogy átadni a terepet a kivitelező cégnek. Nem tudom, hogy kezdő parancsot mikor fog kapni, de én nagyon remélem, hogy hamarosan, és reméljük azt is, hogy ebben az évben ez az út el fog készülni. Ugyanis ugye Maros megye elkészült, már korábban már Etéttől Kőrispatak végéig elkészült, ez a 4,9 km van, ami nem csak a híjeknek, hanem a tranzitforgalomnak, az átutazó forgalomnak egy hatalmas előrelépés lesz, úgy a turizmus szempontjából, mint már bármilyen más szempontból, ugyanis sokan azért kerülik el ezt a szakaszt, mert ezt az 5 kilométert nem vállalják be, mert tényleg nagyon rossz köves út van, de hogyha ez meg lesz, akkor én azt hiszem, hogy a térségnek hatalmas lendületet, előrelépést fog adni. És nem csak ez, hanem itt a megyei önkormányzatnak ugye több irányból is van megközelítési elképzelése Etéd irányába, és hogyha tényleg ezek az elképzelések mind meg fognak valósulni, akkor Etéd községet akár 5 irányból is tudjuk majd megközelíteni, ami mind aszfaltút fog lenni. Nyilván ezek távlati tervek, de én azt mondom, hogy amiről már beszélnek és amit már kezdenek tervezni, azok előbb-utóbb meg fognak valósulni. Én emlékszem 10 évvel ezelőtt, amikor polgármester lettem, akkor Erdőszentgyörgytől Gagyig szinte nem lehetett járni, tehát ilyen köves út volt, és tényleg azóta lehet, ha nem olyan ütemben, hogy az emberek ezt elvárják, de nyilván én azt mondom, hogy a romániai viszonyok között azért történtek előrelépések, és ez is egy nagy előrelépés, hogy a mai nap átadhassák a terepet a kivitelező cégnek. Gyakorlatilag mit jelent ez, milyen széles aszfaltútról beszélünk, és ha az időjárás engedni, mikor fognak neki a munkálatoknak? Tudomásom szerint tehát meg fog felelni az út a megyei standardoknak. Nem tudom a technikai paramétereket, hogy a szélességben mit jelent, de a lényeg az, hogy 4,9 kilométerről van szó, ami Kőrispatak felső végétől Maros megye határáig tart. Kolumbán Dávid térségi megyei tanácsos szintén örömmel fogadta a hírt, és kitartást kívánt a polgármesternek, mint a térségért felelős, megyei tanácsos pedig figyelemmel követi a munkálatokat. Elutasította ma a Szenátus Munkaügyi Bizottsága a külön nyugdíjak eltörléséről szóló törvényjavaslatot. A Nemzeti Liberális Párt és a Népi Mozgalom párt szenátorai tartózkodtak a szavazáskor. A tervezetet a Mentsétek meg Romániát szövetség kezdeményezte, arra hivatkozva, hogy a külön nyugdíjak rendszerével sérül a hozzájárulás elve, és torzul a nyugdíjrendszer, miközben a költségvetési források korlátozottak. A törvényjavaslat értelmében csak a katonai, illetve az ügyészeknek és bíráknak járó külön nyugdíjat őriznék meg. Előbbire ugyanis már a NATO tagállamokban is van példa, és utóbbi szerepel a Velencei Bizottság ajánlásaiban. A tervezetet első házként tárgyalja a szenátus. A legfelső bírói tanács tegnapi ülésén vizsgálták meg Tudor Eltuáder igazságügyi miniszter javaslatát, Laura Kodruca kövesi korrupcióellenes főügyész visszahívására vonatkozóan. Az ülésen jelen volt a miniszter és a főügyész is, akik ismertették álláspontjukat.
A rendkívüli érdeklődésre való tekintettel, noha a sajtót nem engedték be a terembe, az ülést élőben közvetítették az interneten. Tudor Eltaldér igazságügyminiszter ismertette a javaslata mögött álló érveket, majd válaszolt a testület tagjainak kérdésére. A miniszter ugyanakkor célzott arra, hogy szerinte a legfelső bírói tanács elfogultan fog dönteni Kövesi visszahívásának kérdésében. A döntést már előre látja, közölte. Ezt követően szót kapott Laura Kodruce Kövesi korrupció ellenes főügyész is, aki teljes egészében visszautasította a visszahívása alátámasztására felhozott érveket, gyakorlatilag pedig hazugsággal vádolta meg a minisztert. A jelentésbe foglalt indoklás valótlan, semmilyen módon nem bizonyított, alaptalan. Némelyek pedig egyszerű kijelentések, amelyeknek semmilyen valóság alapja nincs. Egyes állításokra, amelyek meglátásom szerint súlyos vádakat tartalmaznak, semmilyen bizonyíték nincs. Ezt követően pontról pontra kitérve, a maga szempontjából részletesen cáfolta azt a 20 érvet, amelyeket a jelentés a visszahívása mellett felsorol. Válaszában Tudor Eltaldér úgy fogalmazott, nem győzték meg a főügyész szavai. Az ön szónoklata csábító és meggyőző lehet, ha azok számára mondja el, akik egyáltalán nem értenek hozzá. Én most nem fogok válaszolni a válaszaira, mert nincs itt a helye, de határozottan mondom, hogy nem tudott meggyőzni. A hosszúra nyúló vita után a legfelső bírói tanács alelnöke pedig bejelentette a testület döntését. Szexia pentru procurori a decis respingerea solicitării ministrului justiției cu privire la posibilitatea revocării doamnei procuror șef, prin urmare avizul este unul negativ. Az indoklást a későbbiekben fogják nyilvánosságra hozni, a tényleges döntés Kövesi leváltásáról azonban Klaus Johannis államelnök kezében van. Az elődöntőre való felkészülés mérkőzés nélküli hétköznapjait szeretné megszakítani a progim és a csapat, és szurkolók számára is változatosságot teremteni. Csütörtökön este 7:45-tól nyílt edzés, házi meccs kezdődik, ahol a keret két csapatra oszlik és egymással csap össze. A belépés ingyenes, a kihelyezett urnába azonban adománnyal lehet támogatni a piros-fehéreket. Jól fog jönni a változatosság, a progim legutóbb február 13-án több mint két hete játszott meccset, és legközelebb március 7-én szerepel hivatalos mérkőzésen. Akkor rendezik Brassóban az alapszakasz második helyét megszerző Korona otthonában a három mérkőzésig tartó elődöntő első felvonását. Fennakadásokat okozott a Parajdi sóbányában dolgozók sztrájkja. Brassó megyének már Szeben megye tartalékait kellett igénybe vennie. Marosvásárhelyen ma a sóhiány miatt megbénult a forgalom. Az elégedetlen bányászok végül a már beérkezett rendeléseket hajlandóak voltak teljesíteni, de a termelés és a turisztikai tevékenység továbbra is szünetel. Sorban állnak a teherautók a sóért a Parajdi bánya malma előtt. 700 tonnát kell elszállítaniuk. A Brassó megyeieknek a legsietősebb, ugyanis a megyét sóval ellátó másik bánya dolgozói is sztrájkolnak Szlönik Práhován. Az ő példájukat követték a parajdiak, akik elsősorban a bérezéssel elégedetlenek. Kacsó Csaba 28 éve dolgozik a bányában, ő és a társai méltányos bérezést akarnak. El szeretnénk érni egy 20%-os fizetésemelést, tehát most a pillanatnyilag. És a bérek közötti különbséget, szakmunkás, a kisegítő munkás között legyen meg az a bizonyos különbség, ami reális, tehát valós. Hasonlóan látja a Horváth Éva is, aki a bánya bérelszámolás osztályán dolgozik. Mivel a járulékokat áttették a munkásokhoz, tehát a munkáltató már nem fizet, csak a munkások fizetik a nyugdíj alapot, egészségügyi alapot, emiatt ugye a minimálbér megnőtt, és csak azoknak nőtt, akiknek azon alul volt, és a többieknek úgy maradt. De reméljük, hogy ezeket ki fogják korrigálni. A bányászok egy küldöttsége ma Bukarestbe utazott, hogy tárgyaljon az Országos Sóipari Társaság vezetőségével. Seprődi Zoltán, a Parajdi sóbánya igazgatója szerint jogosak a bányászok követelései. 700 tonnával maradtunk el, ami most raktárkészleten is van, és ezzel most ki is tudjuk szolgálni ezeket a megyéket. Persze, hogy most a havazások miatt kértek pótlást,
de az megint úgy működik, hogy majd még egy mellékletet kell a szerződéshez aláírni, és amire én megkapom a diszpozíciót, hogy küldhetem, az addig remélem, hogy megoldódik a konfliktus helyzet. Az igazgató hozzátette, még 1600 tonna tartalékkal rendelkezik a parajdi sóbánya, ez várhatóan 2, maximum 3 napra elegendő. A bányászok szerint a kritikus állapot nekik kedvez, így ugyanis a vezetőség az ügyet nem tudja a szőnyeg alá söpörni. Úgy tudjuk, a szakszervezet illetékeseinek nem sikerült megegyezniük a vállalat vezetésével, így újraindulhat a termelés a bányában, rövidesen ismét fogadhatja a turistákat is a látogatóközpont. Gyergyói Jazz Club következő fellépője a Fekecs Ákos Project. A Magyarországról érkező zenekar 2018. március 1-én csütörtökön este 8 órától ad koncertet a Gyergyószentmiklósi Művelődési Ház stúdiótermében. A koncertre a jegy ára 8 lej, elővételben a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ irodájában válthatók, munkanapokon 9 és 16 óra között. A Hargita megyei Innovációs és Inkubációs Szövetség a Civitas Alapítvánnyal karöltve segítséget nyújt munkanélkülieknek abban, hogy saját vállalkozást indítsanak. A tegnap bemutatott program keretében képzéseket szerveznek az érdeklődőknek, majd az üzleti terv elkészítésében és a vállalkozás elindításában is segítkeznek. Speed egy hatékony és fejlett gazdaságért címmel indított közös projektet a székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány a Csíkszeredai Hargita megyei Innovációs és Inkubációs Szövetséggel közösen. Vállalkozások indításával járul hozzá a gazdaságfejlesztéshez a program. A részletekről tartottak bemutatót a Salamon Ernő Gimnázium dísztermében. A projektnek a célja, hogy a középrégióban, tehát mind a 6 megyében 360 személy vállalkozói ismeretek oktatáson fognak részt venni. Az oktatás végével mindenki egy-egy üzleti tervet fog elkészíteni. Az üzleti terveket egy értékelő bizottság, amely Hargita megyei értékelő bizottság, fogja rangsorolni, és a legjobb 360-ból a legjobb 36 üzleti terv közel 40 ezer eurós visszanemtérítendő támogatásban fog részesülni. A program keretében első lépés a tájékoztatás. Az érdeklődők ezután egy sor tevékenységbe kapcsolódhatnak be. A legjobb tervek készítői anyagi támogatást is kapnak a megvalósításhoz. Az oktatás befejezése után a kiválasztott üzleti tervek írói egy 40 órás gyakorlaton vesznek részt egy hasonszörű vállalkozásnál, amit ők beszeretnének indítani. Az új vállalkozások létrehozása az 2019. januárjától kell, hogy meginduljon, és egy másfél évig fogjuk monitorizálni az új vállalkozásoknak a működését. Amiután létrehozták az új vállalkozást, 6 hónapon belül 2-8 órás munkaidővel rendelkező alkalmazottat kell, hogy foglalkoztasson minden vállalkozás, ezt kell, hogy vállalja már a támogatási szerződésben, és elmondandó az, hogy amit felvállalt az üzleti tervben, amire költi a támogatást, azt is kell megvalósítsa. Majdnem minden költségelem elszámolandó támogatásként kivételt képez, tehát a vállalkozás működtetéséhez szükséges költségelemek, kivételt képez az ingatlanvásárlás, az építkezés, valamint a kocsivásárlás. A tájékoztató alkalmával már többen feliratkozhattak, vagy jelezhették a projektben való részvételi szándékukat. Ezután is be lehet kapcsolódni, minden információ megszerezhető a képernyő látható elérhetőségeken. Thank you.
bemondó és műsorvezetővel bővítenénk csapatunkat. Várjuk mindazok jelentkezését, akik kedvet éreznek ehhez a munkához. Fényképes önéletrajzokat ügyfélfogadásunkon várjuk. Most pedig nézzük még egyszer röviden a nap fontosabb híreit. Fűtés és melegvíz vezetékek fagytak el a mínuszfokokban, emiatt több helyen fennakadások vannak a hőszolgáltatásban. Elkezdődhet a Kürispatak és Maros megye határa közötti 5 kilométeres útszakasz felújítása. Vállalkozás indításban segítő programot mutattak be, a legjobb tervek anyagi támogatásban is részesülnek. Eddig a napszemle, most a fit percekkel, majd a Székely konyhával folytatódik műsorunk. Viszontlátásra holnap!